A Bécsi Muzikferein, a Szardíniai Teatro Verdi és a Magyar Rádió Márványterme csak néhány helyszín, ahol a legutóbb Tatán bemutatkozó anime muzici zenekar korábban is nagy sikert aratott. Az együttes 2010-ben alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból, illetve korábban végzett növendékeiből. Sok helyen megfordultunk már, egyre szélesebb repertoárt játszunk. Egyébként alapvetően a baroktól egészen a kortárs irodalomig játszunk. Nagyon sok kortárs zeneszerzővel van munkakapcsolatunk, akik a kamarazenekar számára is komponálnak műveket, szóval ebben a kortárs körforgásban is részt veszünk. A 17 fős vonószenekar különleges műsorral igyekezett az újévi hangulatot megalapozni, a tradicionális keringők mellett kevésbé ismert dallamok is felcsendültek. Johann Strauss műve is fog azért elhangzani ezen a mai estén, de például Schönbergtől hoztunk keringőket, amit egyrészt azt gondolom, hogyha mondjuk Arnold Schönberg nevét valaki meghallja a szakmában, rögtön a dudakafónia, 12 fokúság és a hát nehezen befogadható komoly zene jut az eszébe róla. És ugyanaz a szerző fantasztikus kis apró egy-két perces keringőket írt, a maga kicsit groteszk stílusába, ebből is fog mutatni egyet. Januárban egy ifjúsági sorozat keretében a zenekar több ezer fiatalt igyekszik a komoly zenével elérni, nyár közepéig pedig folyamatosak a felkéréseik.